nagyon elég széles életművel rendelkező művész. Mi kerül itt bemutatásra Örökpalotában az ő életművéből? Alapvetően valóban a 20. század egyik meghatározó képzőművésze volt, és hát őt festőként ismerjük igazából, de ő jelentős grafikus is. Tehát a pályája második felében igen jelentős grafikai életművet tudhat maga mögött, és ezen a kiállításon alapvetően ebből a grafikai életműből mutatunk be. Hát hiszen folytatjuk azt a sorozatot, amit évekkel ezelőtt megkezdtünk, tehát a jelentős európai, tehát meghatározó, a világon is meghatározó 20. századi képzőművészeknek a sorozatát, és hát ebből a szempontból Joan Mirót választottuk ki. Ő nem csak jelentős katalán mester, hanem a 20. századnak is egy meghatározó képzőművésze. Amit láthatunk a kiállításon, az nagyjából az 50-es évek végétől egészen haláláig, 1983-ig, tehát mintegy 25 év, negyed századnak a grafikai terméséből ad válogatást. Ez 91 néhány grafikát jelent, és ezt kiegészítettük 7-8, illetve majdnem 10 plakáttal, amik szintén voltak éppen önálló műalkotásként is fölfoghatók, hiszen zömében Miró tervezte őket. Miróra is, mint annyi művészre, Párizs szintén hatott. A grafikáira mennyire jellemző ez a párizsi hatás? Mirónál, amikor Miró képekről beszélünk, akkor eleve azt el kell felejtenünk a helyi színezetet, tehát Párizs valóban meghatározó, de inkább hangulatába, szellemiségébe, ne úgy képzeljük el a képeket, hogy a párizsi motivumok, tehát ismert vagy jeles párizsi kávéházak, bulvárok megjelennének, vagy az elegáns párizsi nők, tehát ez ilyen nincs a Miró képeken. Így van, tehát ő is kapcsolódik a század elején az avantgárdhoz, ő is követi Picasso-t a művészetben, és hát ő is Párizsba érkezik, a 20-as években kapcsolódik a szürrealisták közösségéhez, akkor már ez az André Breton féle avantgárd mozgalom voltak éppen szárba szökkent, tehát Miró ekkor kapcsolódik hozzájuk. Soha nem volt szorosan tagja, ő mindig egy kicsit kilógott ebből a sorból, vagy legalábbis a beskatujázást, én azt hiszem, hogy a mírói életmű meglehetősen nehezen tűri. Egyébként is azt gondolom, hogy Miró jelentősen forradalmi művész volt. Nem manifest értelmez, tehát ő nem próbálta tudatni a világgal, de mégis azt gondolom, hogy abban, hogy a művészi szabadságot a 20. században úgy értelmezik, ahogyan sokan értelmezik, abban Mirónak óriási szerepe volt. Tehát ő igenis sokat tett azért, hogy lebontsa a régebbi akadémista hagyományokat, vagy legalábbis újra a festészet, a művészet újraértelmezésébe szerintem neki jelentős szerepe volt. Tehát a Párizs ebből a szempontból hatással van rá. A másik pedig az, hogy nagyon sokan, akiket a 20. században jelentős grafikusként is ismerünk, párizsi intézetekben találják meg azt a technikai hátteret, azt a technikai bázist, a litográfiára, a művészi litográfiára gondolok, hiszen gondoljunk bele, a 19. század óta Párizs a litográfiának a fővárosa, ha lehet ilyet mondani, például a Toulouse-Lautrec féle litográf plakátokra, ha gondolunk. Tehát ott van meg az a mesterségbeli tudás, azok a nyomdászmesterek, azok a műhelyek, ahol nagyszerű grafikákat lehet készíteni hatalmas méretben, és hát Miró is így kapcsolódik. Ezen a szálon is kapcsolódik, mint ahogy sok száz vagy sok más szálon kapcsolódik Párizshoz. Említett az elején, hogy inkább festőként ismerjük. Grafikái mennyire jelentősek? A grafikai életműve valóban nagyon jelentős. Úgy gondolom, ha egyébként megnézzük a kiállítást, akkor látható az, hogy a képei és a grafikái között alig van valamiféle különbség. Sokaknak nem is biztos, hogy olyan egyszerű fölfejteni. Tehát ha nem írjuk ki, hogy színes litográfiákról van szó, lehet, hogy sokan akvarell vagy tusfestményeknek nézik őket, hiszen annyira professzionális, annyira jól adja vissza. Önmagában a litográfia egy nagyon rugalmas technika, ami az akvarellnek, a tusnak, a pasztelnek, a krétának, a ceruzarajznak a hatásait tökéletesen adja vissza, és hát a sokszorosíthatóságával, a néhány tucatos sokszorosíthatóságával mégiscsak egy szélesebb közönséghez tud eljutni. Én azt gondolom, hogy ezek, tehát a Miró grafikai életműve, az legalább ugyanolyan önálló, mint a festészeti életműve, tehát teljesen szuverén képi világ. Hozzáteszem azt, hogy a kép a festményei és a grafikái között akár ebből a szempontból egyenlőség jelet is tehetünk, mert azok a témák, azok a motivumok, azok a színek jelennek meg, mint amilyen a festészetében is. És meddig látható a kiállítás? Mivel külföldről érkezett a kiállítás, és hát az év elejének az egyik nagy eseménye, képzőművészeti eseménye nálunk a Örökpalotában, ezért május közepéig látható, tulajdonképpen a nyári tárlatunk, tehát a szegedi nyári tárlat lesz a váltó kiállítása.